Idén is folytatják az ásatásokat a Gyergyói Pricske Ivánnál. Egyetemi hallgatók is bekapcsolódtak a munkába. Közel egy évtizede kutatják már a Pricskei Vámot és a hozzátartozó épületeket. Az elmúlt 7 év alatt több épületnyomát sikerült feltárni. Összesen 15 épületet határoltak be az eddigi kutatások során, de még sok az ismeretlen adat. Bár nem könnyű itt 2 hétig sátorban lakozni és dolgozni, de ezen a magasságon úgy gondolom, hogy egy egyedülálló régészeti feltárásnak lehetnek a részesei mindazok, akik itt eljönnek és segítenek ennek a munkálatnak az elvégzésében. Ebben pedig egyetemi hallgatók is segítkeznek. Az ország több részéből érkeztek, de magyarországi visszatérő táborozó is van a Pricskén. Nagyon csodálatos élmény volt, tavaly is voltam, és hát külön a szakmai specializációmhoz nem kötődik ez az ásatás, viszont nagyon élvezetes itt lenni, és ezért szoktam általában idejönni Gyergyószent Miklósra. Már 2 hete dolgoznak a kutatók, eredmények is vannak. Sikerült ugyanis feltárni egy épület maradványát. Ez a ház teljesen leégett, mivel az egyik helyiségben feltártuk a helyiségnek a hajópadlóját, illetve egy kályhának a teljes omladékát. A lakóházakról már tudják, hogy általában 3 helyiségből álltak, illetve kiderítették azt is, hogyan építették a kemencéket, és gyönyörű mázas kályhacsempéket is találtak már.